egy ilyen féltető. Persze. A tábori logisztikával körülbelül 2 évvel ezelőtt kellett foglalkozni. Mi 80 vagyunk a csoportban, itt a táborban. Természetesen, mint a logisztika vezetője, nagyon szorosan együtt dolgoztunk a táborparancsnoksággal és a műszakkal. És a mi munkánk a logisztikában főleg az, hogy mi egy biztonságos táborhelyet, egy felszerelt táborhelyet tudunk biztosítani ennek a majdnem 900 cserkésznek, aki most itt van Sík Sándor Cserkészparkban. Van egy nagy tároló, amit egy nagyon nagy lelkű adományozótól egy anyagi adományt kaptunk, és meg tudtuk építeni ezt a központi tárolót. Ez egy óriási helyiség, és így minden tábori felszerelést ott tudunk tárolni. Igen, úgy van felállítva, mint egy Home Depot, vannak polcok, vannak a létrák, hogy fel tud menni a felső polcra, és minden ott van, ami nekünk kell. Így, mikor jön az altábortól kérés, hogy nekünk 4 darab sátor kell, vagy nekünk 2 tábori szék kell, vagy nekünk kell még mosogatószappan, akkor a Forgács Kati, aki a szertárosunk, ő bemegy a tárolóba, és ezeket mind előveszi, és átadjuk az altáboroknak. Már ez a munkám táborban, hogy próbálok rendezgetni az összes cserkész kellék, ami kell minden tábornak. Ezt a folyosón fogunk tervezni, hogy ebben az oldalon mind sátrak lesznek, ebben az oldalon mind, ami kell táborozásnak. Hálózsákok, matracok, tábori ágyok, konyhafelszerelések, mind itt ebben a folyosón lesz. A mi munkánk teljesen önkéntes, sőt, mi fizetünk tábordíjat, hogy itt legyünk és táborozzunk. Építsünk országot! Váltsunk világot!